Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videó egy kicsikét más lesz a megszokottól, ahogy látjátok. Ugyanis nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem néha ezek a vlogos videók kezdenek nem azt unalmasak lenni, mert minden nap ugye mást csinálunk, máshova megyünk, más történik, de elkezdődik a videó ugye mondjuk délután, és csak befejeződik este. Azért néha vannak ilyen ötleteim, úgy mint ma is, hogy egy kicsikét összekavarom a mai videót, más fogok csinálni, mint a megszokott videó, de majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Jelenleg szerda van mi nálunk is, ugyanúgy, mint nálatok is, ez lesz az első újítás, ugyanis ezt a mai videót ma vettem fel, és ma is fogom megosztani, mi az időben 9 órával előrébb vagyunk, tehát mikor én ezt most be fogom mindjárt fejezni, ti most fogtok, most keltetek fel, ugyanis nálatok olyan 7 óra 30 környéke van, tehát amint befejeztem ezt a videót, megszerkeztem és megosztom. Általában ugye a videóimat egy nappal előveszem fel, vagy kettővel, de gondoltam, hogy a mai videó legyen ilyen nem élő videó, de a mai videó, hogy nálunk még ti aludtatok, addig mi történt itt, mi nálunk. Tehát, kezdjük az elejétől, kezdjük a címmel, döntöttünk, ugyanis eldönt, hogy itt maradunk ebbe a lakásba a következő 6 hónapra. De, ma 4 darab házat néztünk meg. Hogy miért néztünk meg ma 4 darab házat, az a videó végén fog kiderülni. Tehát, ha nem nézed végig a videót az elejétől a végeig, akkor nem fogod tudni. Felébredtem, ma reggel felébredtem, és elmentem dolgozni. Ma reggel 8 órakor kezdtünk az öcsémmel, egy kicsit később a megszokottól, ugyanis nem sok mindent kellett csinálni, egy plafont kellett kijavítani végül is, kettőt, mert egy varázs, egy ilyen repedés, meg egyet a lépcső feljáróba. Ahogy látjátok, lehet, hogy nem látjátok, de reggel van, éppen tartok munkába, képzeld el. Nem más van a számba, mint a strepsils, ugyanis egész héten én annyira rosszul voltam. Most egy nagyon kicsit jobban vagyok, ugyanis ugye fájt az arcüregem, belátásodtam, fájt a fejem. Várjál, közben itt el kell állni. Úgyhogy szerintem a strepsilszer, a panadolt, meg sok ilyen gyógyszeres dolgokat. Egy nagyon picit most jobban érzem magamat. Az idő amúgy mutatom, elég jó, egy felhő nincs az égen, képzeld el, nem több van, mint 23 fok ma reggel, és van forgalom. Megyek dolgozni, ez egy kisebb munka végül is ma, nem hiszem, hogy sokat fogok filmezni, mert oda megyek, ott leszek körülbelül egy órát, aztán el kell jönnöm ugye, utána lehet, hogy visszamegyek dolgozni, mert én ott leszek egy fél órát, és el kell jönnöm, ugyanis majdnem, hogy egymás után nézzünk meg 4 darab házat. Megérkeztem, legalábbis majdnem megérkeztem, csak azt nem tudom, hogy hova. És nem tudom, hogy hova kell jönni dolgozni. Valahol ide, de nem találom az utcát, valamelyiken be kell fordulni balra. Ugyanis voltunk már itt korábban, már mint egy pár hete, csak most valami mást is kell csinálni. Másik szobába, és nem emlékszem, hogy melyik volt az utca neve. Azt mondta az öcsém, hogy meg fogom találni, mert nem nehéz. Talán ez az? Jaj, ilyen nagy fára emlékszem. Remélem, legalábbis azt hiszem, ez az? Ez az? Remélem, hogy ez az, ugyanis az öcsém jön mögöttem, de elég lassan, lehet, hogy nem ez az. Itt ez a ház, itt baloldalt. Ja, ez, megtaláltam. Akkor semmi gond, csak vissza kell fordulnom, és hol meg kell állnom. Amúgy látod, mennyi autó van mindenhol? Legalábbis itt ezen a részen, hol meg kellene fordulnom. Hova állunk? Valahogy ide baloldalra. Ugye ez ilyen érdekes ház itt fönt, alig lehet oda felmenni. Úgyhogy befutok, és mindjárt megyünk tovább. Körülbelül egy óra, másfél maximum. Ugyanis hazamegyek, felveszem feleségemet, a gyerekeket, aztán megyünk nézni házat. Aztán egy nagyon picit ugye dolgoztam ott az öcsémmel, körülbelül egy darab órát. Össze kellett pakolnom, és el kellett menni ugye megnézni a legelső házat. Ez a ház végül is nekem tetszett, a feleségem is tetszett, de az ára egy picit többe kerül, mint amit eddig szoktunk nézegetni házakat. Megérkeztünk ide az első házhoz, ami a legjobban néz ki valószínű. Ezt a házat most adták el amúgy, és ki akarják adni bérbe. Mutatom. Itt! Ez a ház, ez a külseje, ott a dupla garázs, és mindjárt be fogunk menni, amint megérkezik ugye az ingatlanos, meg majd ezt a buszt, az autókkal is egy kicsikét előrébb járok. Ehhez van ugye egy úszómedence hátul, a főúton van, amit nem tudom, hogy láttátok, de itt a főúton van. Na mindegy, úgyhogy arrébb állok,
és megvárjuk az ingatlanost. Itt a tábla, látod? Valahogy így néz ki. Reméljük, hogy így néz ki, és minden benne van. Aj, te. Amúgy ma mindenre beadjuk a papírunkat, ha megkapjuk, ha nem kapjuk meg mindenre, még a rosszra is. Már a rossz, nagyon rosszra lehet, hogy nem. Na mindegy, felveszem a szemeget. Picit többe kerül, mint amit eddig szoktunk nézegetni házakat. Ezért van benne ugye úszómedence, szép kert, ilyen rendezett kert, a garázs benne van a házban, van benne egy nagy nappali, aztán egy hátsó rész, egy ilyen étkező, tehát rettentő szépen nézett ki a ház. Közel van a bevásárlóhoz, közel van a parkhoz, az iskolától kb. Egy ilyen 35 perc gyaloglása van, kb. Ugyanannyi, mint innétől most lakunk ugye, és a feleségnek hova kell gyalogolni ugye az iskolába. Aztán megnéztük ezt a házat, én hazajöttem, beadtam az applikációt erre a házra. Nagyon reméljük, hogy megkapjuk, ez körülbelül olyan 2-3 nap általában, mivel most húsvét lesz, ezért körülbelül keddig vagy szerdáig kell várnunk, hogy ugye megkaptuk-e a házat, vagy nem. Visszamentem dolgozni, mikor visszaértem, képzeld el, az öcsém majd majdnem be is fejezte az egészet nekem, mert nem nagyon sokan mindent kellett csinálni. Végül csak össze kellett pakolnunk, a létrát felrakni az autó tetejére, ugye fel kellett kötni. Végül csak segítettem neki összepakolni. Úgyhogy a mai napon nem olyan túl sokat dolgoztunk. Vissza se kellett már mennem, ugyanis reggel azt hittem, ugye, hogy elmegyek, visszamegyek, elmegyek, visszamegyek. Össze-vissza öltözgettem, ugye levettem a ruhámat, a runkásat, aztán felvettem ezt a normális ruhámat. De szerencsére nem kellett visszaállni, tehát összepakoltunk, és elmentem megnézni a második házat. Megjöttem ide a másik házhoz, dolgoztam egy nagyon picikét, átöltöztem, hogy látjátok megint. Majd átöltözök, meg megint átöltözök, meg dolgozok. Amúgy befejeztem a munkát, ugye nem kell visszamennem, korai vagyok, 20 perccel vagyok korai. Ott a ház, ahol van az a nagy fa, ez az utca, és jelenleg várok. Úgyhogy a szemeget előkészítem, kicsit megpuszom a lencsét. Remélem, hogy ide érkezik előbb ugye az ingatlan, és be tudok menni megnézni. Aztán hazamegyek, gyorsan erre is beadom a papírt, és megyünk a következőre, aztán utána megint a következőre, és holnap reggel 9.30-kor nézünk egy másikat. Azt hiszem, hogy egyelőre ennyi, mert semmi más nincs, megint a húsvét, ugye.
második ház abban az árkategóriában van, amit mi keresünk, ugye. Az iskolától nincs olyan túl messze, kb. Ilyen 15-20 perc gyaloglásra, de egy sarkon van, ami azt jelenti, hogy kicsit ilyen forgalmas ott az út, több autó megáll, velünk szemben, nem velünk szemben, a házzal szemben van egy ilyen szerelőműhely, ahol kalapálnak, ütögetnek, fúrnak, faragnak, ami lehet, hogy ugye kicsit hangos, de éjszaka ugye nem hiszem, hogy dolgoznak, ugye ehhez hozzá lehet szokni, a Davis majd hozzászok, ugye napközben kell neki aludni. A háznak az alja egyáltalán nem tetszett, ugye volt ez a garázs, nem tudom, láttátok-e, nem, de volt egy fa. A fa alatt nagyon sok ilyen madár kaki volt, ugye ezt mondtam egyszer még korábban is, kívülről megnéztem ezt a házat, ez nagyon nem tetszett benne, ugyanis ugye sok ott a madár, és az autót véletlen csak kint hagyom, vagy valaki lehet, hogy az összebukja vissza. Ez egy dolog, ami annyira nem tetszett benne, azt az alsó felén sok ilyen, végig lehetett menni az alsó felén, a háznak az alsó felén, sok ilyen gerenda volt, meg benyúlás, meg kinyúlás mindenhova, ahova nem tudom, sok mindent be lehet pakolni, de a kígyók meg a pókok, nem tudom, ugye este lemernék el menni, hogy mondjuk le az autóhoz, hát ha találkozik egy ilyen nagy pókkal vagy kígyóval. Lent volt az a laundry, ami ugye ott van a mosógép, ott kell mosni, teregetni, minden. Tehát ez annyira nem tetszett benne, aztán lépcsőn kellett felmenni, ami ugye nem olyan túl rossz, a felső fele nem volt olyan túl rossz, szerintem. De az ablakokon ugye nem volt ilyen rendes szúnyogháló, össze volt repedve minden, a függöny nagyon rossz volt, ilyeneket ki kell ugye bent cserélni. Ami tetszett benne, ez a fa, ez a padló, az amúgy úgy tetszett benne. A konyha nem volt a legjobb, nem volt a legszebb, de ilyen volt. Ami nagyon nem tetszett benne, az a lépcső. Ön is a házhoz lépcsőn kell felmenni, vagy belül mész fel, vagy kívül mész fel, és a belső lépcsőt ugye mindig le kell zárni, nehogy a Davis véletlen lemásszon, vagy leugorjon, vagy ledobálja a játékait mindig, a labdáit. Ez volt egy másik ugye a dolog, ami annyira ugye nem tetszett benne, nagyon oda kell figyelni a Davis-szel szerintem. Aztán hazajöttem, elmondtam a feleségemnek, hogy mit láttam, mit nem láttam. Jelenleg még nem adtuk be rá a papírt, valószínűleg később be fogjuk adni, és ugye vagy, ha meg is kapjuk, és mégsem tetszik, mert közben megkaptunk egy másikat is, akkor azt visszamondjuk, de legalább valamit megkaptunk. Hazajöttem, megebédeltem, és elindultunk megnézni a harmadik házat. Megebédeltem, hazajöttem, megbrotválkoztam, megzanyoztam magam, el is vágtam valahol magamat. Itt, meg ott, meg mindenhol. Készen vagyunk, és megyünk a következő házra. Amúgy holnap reggel ismét kettőt nézünk meg, képzeld el. Reméljük, hogy jobb van. Legalábbis az egyik az biztos, hogy jobb lesz. Szóval nagyon remélem. Most ez az iskola mellett lesz ez a ház. Körülbelül egy ilyen 5 perc gyaloglása. Én nem nagyon bízok benne a képek alapján. Nem a képek alapján végül is, mert a képek, kettő rab kép volt a házról. Mind a kettő kívülről. Egyik erről az oldalról, másik másik oldalról. Én az ára miatt nem bízok benne, ugyanis nagyon jó áron van. Ami azt jelenti, hogy ha nagyon jó áron van, itt ezen a környéken, az nem jó sokat, nem sok jót jelent. De meglátjuk. Elmegyünk, megnézzük, mert ugye meg kell. Úgyhogy nem is tudom, mit keresek. Mit keresek? Semmit. A Lukaszt keresem. Szervusz! Na mi a helyzet? Hogy telik a szüneted? Jó! Jó, ilyen háznézősen. Mit? Majdnem végezzel. Hát azért még nem, hát most lesz még csak húsvét. Még mindig van egy heted. Ilyen háznézősen telik meg betegen. Amúgy a Lukaszt most már jobban vagy, nem? Azt mondtad reggel, hogy egy kicsit jobban vagy. Még reggel folyt az orrod. Reggel még folyt az orrod, de azt mondtad jobban vagy. Ja, én most ja. Kenyom. Az jó. Itt a Davis is, szervusz. Mi a helyzet? Mondod hello, szia, szevasz? Megérkeztünk, itt vagyunk a következő háznál, nem nagyon tudom nektek megmutatni. Ugyanis ott van a hátul egy ilyen sarki, de amint megyünk be, majd megmutatom. És azt hiszem, hogy üres, nincs itt senki, de még az ingatlanos sincs itt, van 15 percünk. Még mindig korolja vagyok általában, ugye én szeretek mindenhol korábban érkezni, legalább egy 10 perccel. Csak az a baj, hogy mindig egy fél órával, 20 perccel korábban érkezek. Mi a helyzet? Na gyere, szálljál ki! Gyere! Hol a biztonságem? Gyere te, nyuszi, nyuszi! Gyere! Hoppálá! Aztán ezután nem más vagyunk, mint ide a másik oldalra, másik utcába. Nem, előtt elmegyünk a bevásárlóba, és ezután van egy óránk semmit tenni. Utána megyünk át oda. Mi van ott? Kamera? Mikor akkor brum bum 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 bum. Én vezetek, vagy te? Bip-bip! Na, húzzuk a szemeget, és lassan megyünk. Azt hiszem, hogy megnézzük azt a kívülről. Ne nyomogasd a gombot! Készen vagy? Ja. Yeah. Hát,
Szerintem ez volt a leggyorsabb háznézés. Lukasz, mennyire tetszett? Hát te, én már láttam rossz házat, de ez még azon felülmúlt, komolyan mondom. A kamerámtól mennyire láttátok, mert nem is filmettem annyira. Egy szó. De hogy csúnyák mondják. Ja, nem. Azt hittem a szövetüstet akarom mondani, meg az ORS. Egy szó. Nem. Amire én mondtam. Ezért a zárért mondta, hogy ha valami jót kapsz, ezért a zárért itt, ezzel a környéken. Te, amúgy mi voltunk itt az egyetlen ember, amit megnézték. A harmadik ház rettentő rossz volt. A kamerán nem tudom, mennyit láttatok-e vagy nem, de a szőnyeg jött fel mindenhol, rettentő büdös volt benne. A garázs az elég nagy volt, ugye a házzal egybe volt építve, azt tetszett benne, de a konyha nagyon-nagyon-nagyon csúnya volt, az összes szőnyeg, ahogy mondtam, büdös volt, koszos volt. Tehát azt ott a helyszínen el is döntöttük, hogy semmiképpen ugye nem fogjuk beadni rá a papírt, ez volt a harmadik ház. Ezután elmentünk a bevásárlóba, körbenéztünk egyet, és elmentünk megnézni a negyedik házat. Megérkeztünk, mutatom kívülről. Ott van szembe az a ház, ahol kinn a tábla, és oda fogunk benni, még mindig van időnk ugye a szomszédok. Végül is nem olyan túl rossz, akin úgy nézem az utca, ma meg kiderül. De a ház ugye az árához viszonyítva, ahogy mondtam korábban, az árához viszonyítva nem is vagy a legjobb belülről, de majd kiderül. Úgyhogy várunk, megint 4 órával korábban érkeztünk, mint kellett volna. És húzom a szemeket, aztán filmezünk, aztán megnézzük.
ugye azt mondtam, hogy ebbe az árkategóriába meglepő lenne, hogyha valami jót találunk. A ház nem volt a legjobb, az árához viszonyítva nem volt olyan túl rossz. Tehát az előző házhoz képest ez rettentő jó volt. Ugye ezt az emeletes házat, ahhoz viszonyítva én majdnem, hogy azt mondom, hogy ez a ház, amit utoljára láttunk, még majdnem, hogy jobb is volt. A kamerán nem tudom, mit láttatok, vagy mit nem. Le volt csempészve, járólapozva ugye minden, tehát a szobáktól elkezdve minden, ez annyira nem tetszett, de legalább ugye tiszta volt, tehát fel lehet mosni. A konyhát kitisztították, a fürdőt kitisztították, egy festés ráfér a falakra, ilyen zöldes falak vannak, tehát azokat mindenképp ugye ki kell festeni. Mosogatógép nem volt ebbe, minden házban van nálunk mosogatógép, legalábbis a legtöbben, ebben a házban nem volt mosogatógép. Az autó az befér a hátsó garázsba, de még oda a ház mellé is. A kertet egy kicsit rendbe kell tenni, ahogy láttátok, hogyha láttátok. Ami körülbelül egy ilyen pár órás munka, én azt mondom, ugye ki kell festeni, mindig be volt szekrény, ami tetszett, mindig be volt szekrény minden szobába, tehát tudunk belepakolni. Ugye úgy döntöttünk, hogy itt maradunk. A videó elején mondtam, hogy itt maradunk, úgy döntöttünk, 6 hónapot alá fogunk írni. Elmondom, hogy mi történt. Nem találtunk semmit se, ugye az elmúlt 1-2-3 hétben, úgyhogy eldöntöttünk, hogy maradunk. Tegnap este lementünk, ugye ide erre, ahol lentül ez az ember, ez a menedzser, aki foglalkozik velünk, meg mindenki, aki bejön és akar bérelni, venni. Ha valami baj van, ugye oda kell lemenni, ott kell meghosszabbítani a szerződésedet. És az történt, hogy lementünk, mondtuk, hogy meg szeretnénk hosszabbítani a szerződést, ugyanis nem találtunk semmit sem, úgyhogy maradunk egy másik 6 hónapot. Azt mondta ez az ember, hogy nem tudjuk meghosszabbítani, mert a tulajdonos úgy döntött, hogy eladja ezt a lakást. Tehát mindenképp mennünk kell 2 héten belül, már azt mondta, hogy ha nagyon akarunk, egy extra hetet, vagy maximum 2-t még maradhatunk. Tehát úgy döntöttünk, hogy maradunk, de mindenképp mennünk kell. Így jártunk, ugyanis nem írtuk alá a szerződést ugye februárban, akkor küldték ki nekünk, február végén vagy közepén, és akkor úgy döntöttünk, ugye mindenképp akartunk innét menni, hogy keresni fogunk. Ugye nem találtunk semmi olyat, ami nekünk tetszett volna. Szóval így jártunk, ezt a mai videót én itt most befejezem, és írjátok majd meg a véleményeteket, hogy mit gondoltatok ezekről a házakról. Ugye valószínű, nem valószínű, ez a mi döntésünk lesz, de kíváncsi lennék ugye mindenkinek a véleményére. Az idő az nagyon szorít, ahogy mondtam, engem rettentően idegesít most ez a költözés, hogy hol költözünk, hogy hova nem. De mindenképp költöznünk kell, majd valami lesz. Ezen kívül azt is írjátok meg, hogy tetszett ez a mai videó. Jó volt ez az összevisszaság, vagy pedig legközelebb maradjunk a normális, ilyen mindennapos videóknál, ami csak elkezdődik és így véget ér, vagy néha-néha berakjunk egy ilyen érdekesebb videót, mint ez a mai is. Ugyanis én szeretem néha-néha egy kicsit érdekesebbé tenni a videókat, úgy mindezt a mai. Remélem, hogy érdekes lett, hogy sikerült, még nem tudom, majd megtudom, hogyha szerkeztem most nem sokára. Úgyhogy én most elmegyek, megszerkeztem ezt a videót, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, hogy szoktam mondani, és drukkoljatok, hogy valami jót kapjunk meg. Köszönjük mindenkinek. Sziasztok!